Magyar Kanizsán már 10 órakor sült a rostélyos, főtt a bográcsos. Eladásra is készültek ételek, három nagy bográcsban főzték a pörköltet és a pacalt, nyársakon forgatták a malacokat, bárányokat. A Gyöngycsemeink iskoláskor előtti intézmény jótékonysági malacsintasítést szervezett az óvoda fejlesztése céljából. Vásárolták is az eurókrémes, a lekváros és a fahéjas finomságot. Fél óra alatt olyan 30 palacsinta körül jön ki, úgyhogy a két óra hossz alatt olyan 120 palacsinta körül sütünk most itt még per pillanat. Egy nagyobb társaság közvetlenül a folyó melletti fövenyen vert tábort. Tárcsájukon burgonya sült a már elkészült csevap és pieszkavica mellékörítésnek. Mint kiderült, Tóháti Gábor és társasága Királyhalomról érkezett. Előre már el volt döntve, hogy ide fogunk jönni, mert már jó pár éve ide járunk. Nagyon jó a hely, tetszik. Itt van közel a Tisza is. A tiszaparti majális egy magánvendégli szervezésében az önkormányzat támogatásával valósult meg. Az idén a családok felé kívántak nyitni, ezért számtalan programot beiktattak a gyerekeknek. Póni lovaglás, ugrálóvárak, dodgem, vidámpark. Megpróbáltunk minél szélesebb kört megfogni az idősebbeknek, lakodalmazányról gondoskodik a Joker zenekar, úgyhogy a hónapi nap folyamán persze nappali programok nincsenek, sajnos nem telt arra, viszont éjszaka folyamán este 9-től hajnalig bekezdjük a Stranddiszkó idei műsorát, tehát az első nyitó bulit hónap este fogjuk megtartani. A magyar kanizsai majálison tiszai hajókirándulás és gazdag kirakodóvásár is várta az érdeklődőket. A kissé szeles, de szép napos időben késő délutánig voltak látogatók a strandon és környékén.